Szervusztok! A mai nap alkalmával nem fogunk főzni, de ne kapcsoljál kérlek, nyugodjál le, üljél le, ne iratkozz le még ne. Esetleg a videó végén, hogyha nem tetszett. Viszont attól függetlenül egy érdekes kis projektet fogunk most csinálni. Igen, ugyanis megpróbálunk igazából a főzésnek egy előszobáját fogjuk. Mégis idejük adtunk ki, jól van, oké, és köszönöm. Szóval tulajdonképpen mégis főzni fogunk, csak igazán az alapoktól indultunk, mert úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk föld nélkül ételt termeszteni. Szerintem egy sokak által ismert bevett dolog, egyébként Instagramon kiraktuk, hogy vajon mit csinálunk sztoriba, akkor egy emberrel is találta, hogy mi ez, pedig nem volt rá sok sansza. Nemrég bemutattunk egy 3D nyomtatót, és ott mondtuk is, hogy hát ez lehetőséget nyújt bizonyos újfajta projektekre. Arra gondoltunk, hogy egy ilyen nagyon sufni, nagyon amatőr módon, de kipróbálnánk a hidrofóniás növénytermesztést. Aminek ugye az a lényege, hogy föld nélkül termelnek növényeket jellemzően úgy, hogy egy ilyen tápoldatban úsznak a növények gyökerei, és onnan szedik fel a szükséges tápanyagokat. Nincs föld, nincs gyom, és többnyire hát kórokozómentes is, szóval van egy csomó előnye, illetve lehet vertikálisan is ültetni a növényeket. A csigákat például az nem akadályozza meg amúgy, hogy megzabálják a termést, viszont ettől függetlenül, ahogy Erzsi is mondta, ez teljesen másképpen fog működni, és ehhez szükségünk volt a 3D nyomtatóra, mert hát ezt meg kellett építeni. Igen, szóval szükségünk van valamire, ami ezt a közeget felépíti, egészen pontosan. Ilyen pici kosárkákat nyomtattunk első körben, ami hát elég hosszú folyamat volt, mert sajnos már nagyon végét járt a filament, kócos is volt, szóval egyfolytában igazgatni kellett, de a lényeg, ez egy ilyen kis kosár, amiben jön majd egy úgynevezett termőközeg, ez ugye sok minden lehet, ez az, ami a földet lényegében helyettesíti, mi kőzetgyapotot fogunk használni, ami igazából egy szigetelő anyag, ami mostanában kezdett el igazából így népszerűbbé válni, mint palánta növesztő kis anyag. Az a lényege, hogy ezt bazaltkőzet megolvasztásával készítik. Wow. Elsőre amúgy tök olyan, mint hogy ez valami műanyag szőr lenne. Tehát, hogy ilyen kis szivacs. Azt olvastam, hogy egyetlen köbméter bazalt kőből csinálnak 50 köbméter kőzetgyapotot. És ugye egyrészt nagyon jó szigetelő anyag, persze, de hogy nekünk most igazából arra van szükségünk, hogy ez egy nagyon jó víz megtartó anyag, és még akkor is, amikor majdnem teljesen kiszáradt, ilyen 70-80%-ra elpárolgott a víznek, még akkor is tud belőle a növény vizet kinyerni. Ha. És egy kicsi tápanyagtartalma is van azért, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez csak egy ilyen szivacska, ami csak akkor, tehát akkor igazából tényleg a szigetelő tulajdonsága az így a vízben is megmutatkozik. Hát igen, megtartja. Aha, tehát megtartja. Hogy ez lenne a lényeg. Ebbe a kosárba megy ugye a kis kőzetgyapot, abba megy a mag, pontosabban a csiráztatási folyamat máshol lesz, azt mindjárt megmutatjuk, és a gyökerek azok kinőhetnek ebből a kis kosárból be egy ilyen rendszerbe, amiben be van ez építve, és a lelógó gyökereket folyamatosan éri a tápoldatos víz a kerintetéssel, amit majd mi megmutatjuk, hogyan oldunk meg, rendkívül sufni lesz, úgyhogy ez most nem egy tutoriál, amúgy a többi videónk sem, de hogy ez most nagyon nem. Erzsi azt mondta, hogy ezek a kis kosarak rettenetesen sok idő alatt készültek el, na most ezek viszont még több idő alatt, tehát ez 13 és fél óra egyet kinyomtatni, és ebből kell nekünk négy. Négyet fogunk egymásra építeni, és még azt is tudnotok kell, hogy igazából ez a modell 70%-os méret, tehát hogy ez még 30%-kal nagyobb lenne, csak az olyan irreális ideig tartott volna, illetve nem is fért a nyomtató. Igen, a maximális azt hiszem 85% lett volna, amit ki tudunk nyomtatni, de még az is nagyon sok idő volt, úgyhogy 70-mel döntöttünk, minden 70%-os méret. Amúgy tök meglepő, de hogy nagyon jól így belecsavarhatóak a dolgok egymásba, szóval, hogy végre egyszer baromi jól működik ez a 3D nyomtatás nekünk is. Hát azért, szóval vannak... És elővetted a szégyent. Igen, vannak problémák. Nem tudom, hogy miért, de hogy így a harmadik nyomtatástól kezdve valamiért így beleakad a modellbe, és most nem a szőröket nézzétek, mert amúgy mindegyik szőrös, egy kicsit fura a filament, hanem az, hogy nincs teteje. És kettő ilyen... Hol van a másik? És kettő ilyen nyomtatás, hát így el is rontódott, el baszarintotta a 3D nyomtató, szóval... De legalább a 12. órában, tehát... Ja, igen, hogy igen. Tehát, hogy legalább nem is ezzel... Hátra volt egy... Ennek kellett még egy másfél óra, annak meg kb. Egy nagyon durván egy fél óra még, és kész lett volna ez is. Most még a keserves nyomtatások között vagyunk, miközben versenyfutunk az idővel, ugyanis mi el fogunk utazni szeptember közepén, és ezt kitaláltuk augusztus közepén. A növényeket egyébként ehhez a szűk időhöz választottuk ki, amik nagyon gyorsan csíráznak. Három növényünk van jelenleg elvetve, ezt ugye a kőzetgyapot levágásával, azzal ne törődjetek, hogy én nem viselek kesztyűt, ennek a fogdosáshoz amúgy kesztyűt kéne viselni, és egyébként a szemedbe belemegy, meg a belélegzed, az se túl jó, szóval, hogy bármi, amit a videón látok, és fogdosom a kőzetgyapot, az nem követendő példa,
és elhatárolódom magamtól. Lényeg a lényeg, hogy a magok bekerültek ebbe, rukkolamagot, salátamagot és bazsalikom magot raktunk a közegyapotba, és ezt alaposan meglocsoltuk alulról, mert ugye ez az egész ilyen tök jól felszívja a vizet, és ez innentől egyébként elég jól el van. Szóval 48 órája voltak a magok a nedves közegyapotban, mikor elkezdtek csírázni. Uh-huh. És bármint akkor feleztem fel, hogy ja, ezek elkezdtek csírázni, és a saláta halad a legjobb. Nagyon szóval. Durva, hogy milyen gyors már most. Nagyon-nagyon gyorsan, szóval, hogy idén nagyon sok vetőmag próbálkozásom volt, és azért ez most... És ez a legnagyobb siker most? Ez most nagyon nagy siker, szóval, hogy a közegyapot tényleg elképesztően működik a földhöz akkor képest. Későbbiekben is alkalmazhatjuk. Amúgy akkor. Abszolút használt közegyapotokat újra lehet használni, hogyha fertőtlenítod őket forró vízzel, utána újra rakhatsz bele magot. Világos. Úgyhogy ilyen szempontból tök jó. Nagyon fontos, hogy aki már csinált valaha ilyet, és mondjuk hát jól csinálja, az ne nagyon fogja a fejét, és ne szörnyűködjön azon, amit látni fog a videóban. Mi amatőrök vagyunk, abszolút. Tehát, hogy mi utánajárással, utánolvasással, videók nézegetésével próbáljuk így kisakkozni tulajdonképpen, hogy hogyan is kellene ezt, úgyhogy biztos, hogy bénázni fogunk 100%. Előzőtön is elnézéseteket kérjük. Mindenkitől, aki szorong a videó láttán, elnézést kérünk. Én most simán el tudom képzelni, hogy nagyon sok ilyen ember van, aki szorong egy-egy ilyen videó kapcsán. Valószínűleg lesznek benne hibák, és vannak biztos is benne hiba lehetőségek. Tehát én például tök félek attól, hogy bealgásodik az egész, mert túl sok fényt kap, illetve a vödör is tele mehet majd algával, meg nem tudom, szóval az algásodás egy probléma lehet majd itt, meg nem jól lőjük be a tápoldat, akkor rossz lesz a víz pH-ja, és mindenféle probléma lehet ezzel, és lesz is. Nagyon kis dolgokon borulhat amúgy az egész. Ez most el tud borulni. Jelenlegi célunk az, hogy elfogyasztható méretű zöldséget termeljünk, ami egy rukkola esetében viszonylag gyorsan megvan. Reméljük, hogy legalább valami lesz. Igen, igazából a salátától nem várunk el ilyen fejes salátamennyiségeket. Ez szép salátamennyiség az ötödik. Ja, valami olyasmit szeretnénk, hogy legyen egy elfogyasztható levélzöldségünk a végére. Ugye az élelmiszertermelés az rengeteg hely kell, és hogyha ezt függőlegesen tudjuk megoldani, az például egy elég pozitív dolog, illetve hogyha kontrollunk van a fölött, hogy hát ne nyírja ki egy jégeső a vetemény felé, az se rossz. Mondjuk egy vihar még felboríthatja a miénket. A miénket igen, mert a miénk egy kertbe lesz elhelyezve, de azért, akinek van egy szobája, amiben ilyeneket termel, jó, mesterséges fénnyel, állandó 16 órát világít neki. Az igazság, hogy ezt még mi is meg tudnánk valahogy csinálni szerintem. Ez működjön, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Igen. Ha meg nem működik, akkor meg megkeressük a hibát, illetve egy hónapunk van. Ez benne az izgalmas, hogy a magokat azért kezdtük el, mielőtt ki lenne nyomtatva az egész, mert ugye nem tudjuk, meddig fog tartani a nyomtatás, beleszámítva ugye a hibákat, meg a felénél leálló nyomtatásokat, amiből szerencsére azért nem volt sok, kettő volt, és az is nagyon hosszú nyomtatások esetén, de az a helyzet, hogy nagyon szűk az idő, és emiatt most ez ilyen izgalmas, hogy most sikerül-e, ha nem, akkor hát tavasszal gondolom visszatérünk. És akkor most ezt a videót és ez nagyon látjátok. Hosszú videó lesz. És ez egy nagyon hosszú forgatás lesz. De reméljük, hogy mielőtt elmegyünk, láthatjuk felnőni a növényeinket. Sok-sok nap nyomtatás után végre itt vagyunk a kertben, hogy összeépítsük ezt a tornyot, amihez első kellékünk az, hogy van egy vödrünk, ami ugye a tartály szerepében lesz. Ez pedig egy napelemes, ilyen kerti tóba való szökőkutacska. Ez lesz a rendszerünkben a vízkeringető. Az majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó ötlet, hogy ez napelemmel működik, mert ezeket jellemzően elektromos pumpával szokták működtetni. Jussunk túl azon, hogy vajon működik-e ez a cucc, tehát hogy ezt szántuk így első lépésnek, hogy rájövünk, hogy itt ezen a ponton kuka-e a projekt, vagy nem. Nem egyébként, akkor szerzünk valami mást. De mindenek előtt erre nagyon nagy szükségünk van. Vannak ilyen kis zuhanyrózsák hozzá. Ezzel majd lehet szabályozni, hogy milyen magasra köpje fel a vizet, ha minden igaz. És ez lenne a napelem. Egész jó kábel van hozzá, szóval, hogy elég jó bárhova így átrakhatjuk esetleg a napelemet, ahol még tűzőbb nap van, bár egyébként ezeknek a palántáknak mind tűző napra van szüksége. Ez rezeg? Lehet, hogy már... Ó, megint rezeg. Jó, ez működni fog szerintem, de próbáljuk ki. És akkor ide lecuppantjuk, és rakunk bele esővizet most így első körben, meg amúgy is. Nem tudom, hogy meddig töltsem, tehát ennek víz alatt kell lennie? Az előbb már rezgett úgy is, hogy csak így... Hopp, hopp. Ez még nem lesz elég nekünk. Szóval. De most jelenleg árnyékban vagyunk, szóval talán vigyük át a tűzőnapra ezt a szerencsétlet. Jó jel, hogy egyébként árnyékos területen is, vagy hát nyilván tűzőnap van, csak árnyék is működni szeretne. Nem tudom, Bence, mit gondolsz? Ez így jó lesz? Ó, tökéletes. Na jó, lehet, hogy szereljük össze rendesen, és hát ha akkor
ki tudunk ebből csalni azért nagyobb víznyomást is. Most akkor maradjak így? Igen, azt szerettem volna kérni, hogy akkor most lehetne, hogy ezt így folytatod. Ezt így csináljam? Igen, hogy így maradsz. De nagyon jó, figyelj, meglocsolod a gyomokat. Azt nem nagyon értem, hogy ez a padló szinten kevés, ugyanaz a napfény, amihez ha felemeled a te 188 centivel magasabbra, akkor az miért jobb? A pumpát azt még meglátjuk, hogy hogyan alakul ugye a holnapi nap folyamán. Viszont ettől függetlenül szerintem ki tudjuk vágni ezt a tetőt, és rá tudjuk ragasztani ezt a cuccot, és fel tudjuk építeni ezt a bigyót. Erzsi már tesztelte a rendszert, működik, szerencsére nem kell új ilyen vízköpő cuccot venni, úgyhogy ez teljes mértékben működik. Na most már csövünk is, hozzá van erősítve a cucc. Illetve a dobozt ugyebár megragasztottuk itt a tetejét, hogy rajta legyen az a kis cókmók. Kivágtunk itt egy kis részt a drótnak, úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy összeszereljük a cuccot, és belerakjuk a kis növénykéket. Ezt behelyezzük, úgy, ez pedig... És akkor felépítjük a tornyunkat. Számomra még mindig kérdés, és hogyha jön egy nagyobb szél, akkor most még jónak tűnik. Aztán majd meglátjuk. És akkor itt vannak a most már ilyen egy hét körüli kis palántáink kőzetgyapotban. Most már van kesztyűm, tehát hogy ezt így leszögezném, kesztyűben nyúlunk hozzá. Tök jól látszanak egyébként ilyen kicsinek is, hogy melyik micsoda. Szóval ezek a magasak, amik nagyon megnyúltak, ők a saláták, ők egy kicsit magasabbak is, mint kéne, ugye a fényre mentek nagyon. A bazsalikomok nagyon jól néznek ki, ők már növesztik a következő levélpárt, és ugye a rukkolák ezek a nagyon kis aprócskák. Őket nem tudom, hogy kéne kinézniük, mert még sose csináltam, tehát még sose vetettem rukkolát, úgyhogy ők biztos úgy néznek ki, ahogy nekik ki kell nézni, mi elfogadunk minden rukkolát. Most pedig az jön, hogy ezeket a kis növényeket egyenként berakjuk ugye az elsőként nyomtatott kis kosarainkba, amiből van 12 darab, és ezeket fogjuk behelyezni a rendszerbe, ahol ugye alulról folyamatosan fogja érni őket ez a tápsós esővíz. Elvileg ez tök jó nekik. Ez a rész, ami kicsit még sötét volt, és ebben nagyon sufnik vagyunk, hogy ezt mi nem fogjuk most ilyen pH értékek és minden alapján beállítani. Ezen még bukhat a projekt, de eddig jól halad, mert vannak palántáink, és még a toronyban is fut a víz. Nem kezdjük el, először így azért próbálok vigyázni a növényekre, mert félek, hogy már szétment a gyökerük jobban annál, hogy itt nehogy elvágjam őket, de nem, szerintem nem nőttek még bele a kőzetgyapotba. Kiválasszuk egyébként az erősebbeket, hogy azért ne a egyszálas gyengébbek kerüljenek a rendszerbe. A többieket is megtartjuk, de ők nem ide mennek. Van ugye egy ilyen kis kockánk, lehet, hogy ez a kocka kicsi ehhez a pohárhoz, pedig ugye elég kicsi poharaink lettek. Elvileg lent kell lenniük nagyon, annak érdekében, hogy ugye a vízcseppek így elérjék őket, ahol kering a víz. És szerintem az alsó szint legyen akkor a rukkola szint. Próbáljuk nem lesokkolni őket, tehát hogy nagyon kíméletesen. Úristen, ember, új! Valaki odébb rakott, mi történt? Nem, növény vagyok, nem akarok költözni. Készen is vagyunk, lett végül egy tisztán rukkola, egy tisztán saláta, föl egy tisztán bazsalikom, és középen meg egy hármas szintünk, és hát mostantól indulhat az itteni fejlesztés a növényeknek, szóval mostantól ők tápoldatos vizet kapnak, és a nap fog gondoskodni arról, hogy pörögjön benne a víz, ugye a pangóvíz az sokkal jobban rohasz, mint a mozgóvíz, tehát hogy elvileg ez lenne az elmélet a dolog mögött. És most nagyon szorít minket az idő, mert ugye mi 18-án elmegyünk, és most szeptember 1-e van. Hát most drukkolunk annak, hogy még láthassuk felnőni őket. Ha nem látjuk felnőni őket, akkor majd fogunk kapni róla videót, de azért mégiscsak szebb lenne, hogyha mi is láthatnánk, hogy mi fog történni. Úgyhogy mostantól már a természetre van egy kicsit bízva a dolog. Persze ennek a technikának az lenne a lényeg, hogy nem, de mi azért ilyen félig sufni verziót csináltunk, aztán lehet, hogy majd ezt később tovább fejlesztjük, de addig is ennek drukkolunk. Hazaértünk Norvégiából, innen is nagyon-nagyon szépen köszönjük az anyukáinknak, hogy felvették helyettünk a kis oszlop nevelő, növénynevelő cuccunknak az állapotát, mivel hogy hát
igen, rohadtul november van. Eléggé csúfos kudarc lett volna, hogyha most ezt kellene felvennünk, amilyen most állapotban van. Az volt a probléma, hogy nagyon késő jutott eszünkbe, és tulajdonképpen a fénykorát, a fény napjait, ez az egész kis növénynevelő oszlop akkor élte, amikor mi kim voltunk. Igen. De a felvételekből láttuk is, hogy egyébként nem rossz koncepció. Mielőtt eljöttünk, volt egy apró kicsi probléma, hogy az egyik oldalon két kis palánta kiszáradt, mert elgörbült a cső, amit beleraktunk. Igen, igen, igen. Tehát nem érte úgy a víz sajnos minden egyes oldalát, mint ahogy állítottuk. Igen, úgyhogy sajnos két palántát elvesztettünk, viszont azok, amik folyamatosan kaptak tök jó vízellátást, azoknál látszik, hogy tök jó. Tehát például a bazsalikom az baromi jól néz ki. Most már novemberben egyébként elég jól néz ki a rukkola is. Tehát, hogy én nemrég láttam. A fűszerek amúgy azok tök jók. Igen, nagyon jó állapotban voltak. A salát az olyan már necces. Az ilyen, hát az egy lógorony. Szomorú. Az olyan szomorú eset lett a végén. Igen, valahogy ilyen nagyon erőtlen és lógós kis rongyocskák lettek, de hát ugye ez volt a kísérlet lényege egyébként, egy bazsalikom nevelésére szerintem baromi, hogy én bazsalikom oszlopot kipróbálnék szívesen. Igen, igen, igen. Amúgy érdekes, izgalmas lenne. Lehet, hogy amúgy tényleg normális, hogy nyáron kéne ezt csinálni, mint a normális emberek. Valószínűleg az segítene a legtöbbet, igen, hogyha ez nem ilyen augusztus végén jutna eszünkbe, de eddig most a körülményekhez képest ez egy viszonylag sikeres kísérlet, amit lehet továbbfejleszteni szerintem. Abszolút, tehát, hogy abszolút. Nyilván sokkal jobb vízadatokkal, sokkal jobban monitorozni, hogy mi a helyzet a vízzel, a tápanyagtartalommal, és itt is vagyunk, ugye, hogy ne legyen ilyen gond, illetve hát jobban figyelni arra, hogy nehogy egy-két palántát elveszítsünk egy görbecső miatt. Igen. És akkor ez egyébként kis javításokkal egy nagyon-nagyon izgalmas és tök jó kis fűszernövénytermesztő. Abszolút, abszolút. Apró kert lehet. Úgyhogy lehet, hogy jövőre még visszatérünk ehhez a projekthez, majd meglátjuk, hogy továbbfejlesztjük, upgrade-eljük. Addig is köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt a kis projektet. Nem volt rövid, de lehet, hogy a videó elég rövid lesz, nem tudom még, hogy mennyi idő lesz vágnálni. Úgyhogy köszi, hogy itt voltál, és kövess minket bárhol, ahogy csak szeretnél, nem tudom. Na jó, ezt most felzárjuk el. Találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.